Sziasztok! Ma voltunk Innsbruckba, és ellátogattunk az Alpenzoo nevű állatkertbe, ahol ilyen kis hegyi állatok, házi állatok kaptak helyet, de találtok itt egyébként barna medvék, farkasok, amiket pont nem láttunk, mert el voltak bújva, viszont rengeteg zerge, kecske, madarak, hatalmas nagy keselyük, sasok, amik között mászkálhattunk, helyet kapott az állatkertbe, és Innsbruckról is egy picit videóztam nektek, szóval, ha érdekelt titeket a videó, akkor tartsatok velem! Amint felértünk a vonattal, gyönyörű kilátást árult elénk, ráláttunk Innsbruckra és a környező hegyekre is. A belépőnk az állatkertbe összesen 34 euróba került. Egy felnőtt jegy 17 euró, mely tartalmazza a parkolást, az állatkerti belépőt és a vonatot oda-vissza. Hogyha közvetlen az állatkert mellett parkolunk le, akkor csak 12 euróba kerül egy felnőtt jegy. Az állatkertbe egyébként több mint 150 állatfaj kapott helyet, vannak külső és belső terei is. Hatalmas területen terül el, ezért egy 2-3 órára biztosan lefoglalja a kicsiket és a nagyokat is. Vannak a farkasok valahol, de most egy sincsen, úgy látom. Oszonak a madarak, és mi meg itt vagyunk. Ez mekkora. Ott fenn a fán. Ott van egy nagy macska. És ott is fekszik. Látom a lábát. Te jó ég.